Azt gondolom, hogy a szerencsésebb csapat nyert ma, nem a jobb, de természetes, hogy két ellentétes félidő volt, hisz az első félidőben mi szaladgáltunk az eredmény után, a második félidőben jóval kiegyensúlyozottabb játékot mutattunk. Volt egy fordulópont, egy 7-8 perccel a vége előtt, ahol két gólos vezetés birtokába ott megint egy taktikai hibát vétettünk, és ezzel lehetőséget kapott a Gyöngyös az árkózásra, és a legvégén az utolsó percben pedig megint a dekoncentráltságból valódó fegyelmezetlenség szülte azt, hogy végülis döntetlent ért el a Gyöngyös nálunk, és a hetesekkel ugye ő jutott be, ő szerezte meg az első győzelmet. Hát igazából egy küzdelmes, nem túl magas színvonalú, de kiélezett meccs volt. Reméljük, hogy sikerül esetleg Gyöngyösön nekünk is ilyen szerencsével játszani, mint az adott esetben ma a Gyöngyös tette.